Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják, Kókai Mónika vagyok. Lássuk először a nap kiemelt híreit egy-egy mondatban. 99 éve a mai napon írták alá a trianoni békediktátumot. 2010 óta a mai a Nemzeti Összetartozás napja. Kezdenek visszahúzódni a megáradt patakok és folyók Szerbiában. 12 község és város területén még kritikus a helyzet. Mintegy 300 személyt evakuáltak. Több napos konferenciát tartanak Újvidéken. 5 féle mezőgazdasági támogatásra pályázhatnak a magyar kanizsa községbeli mezőgazdasági termelők. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Magyarország szerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a trianoni békeszerződés 99. évfordulóján. A Magyar Országgyűlés 2010. május 31-én nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává. A vajdasági központi megemlékezést Királyhalmon tartották. A Jézus Szentséges Szíve templomban szentmisét celebráltak. A templom kertjében található a nemzet almafája, amit 2012-ben ültettek el. A magyar nép közös múltját, közös gyökereit és közös jövőjét jelképezi a fa. A megemlékezésen elhangzott, hogy ez a nap nem csak gyásznap, hanem ünnepnap is. Ugyanis a magyar nemzet erejét jelképezi, hogy egy ilyen tragikus helyzeten is felül tudott kerekedni. A központi rendezvény a Helyi Művelődési Egyesület alkalmi műsorával zárult. A rendezvény ünnepi szentmisével kezdődött, amelyen megemlékeztek a múlt eseményeiről. A faluban a gyerekek is érzik ennek a dátumnak a súlyát, mondta Pécs Blanka, a Királyhalmi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület vezetője. Érzik és tudják, hogy mi el vagyunk valahonnan szakítva, hogy mi magyarok vagyunk, és azért hiába élünk Szerbiába, vagy élnek Romániába, vagy élnek Kárpátalján, tehát azért valahol magyarok vagyunk, és ez nagyon is érződik. A magyarság együtt olyan erőt tud képviselni, nem csak a Kárpát-medencében, hanem a nagyvilágban is, amelyre minden nemzet büszke lehet, fogalmazott Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Mindig fontos egy biztos pont, egy biztos hely. Királyhalma az, ahol a nemzeti összetartozásra emlékezünk. A nemzet almafája itt nő, minden évben meglocsoljuk, terebélyesedik, és ahogyan az ember a saját kertjében a kis almafáit gondozza, gyümölcsöseit, úgy gondolom, hogy itt mi pontosan ezt próbáljuk újra, azt, amit 100 évvel ezelőtt szétszakítottak, összerakni. Vicsek Anna Mária ünnepi beszédében kiemelte, hogy a határok nem szabhatnak gátat a közös nemzettudatnak. A Vajdasági Magyar Szövetség tanácselnöke hozzátette, a vajdasági magyarság a különféle támogatásokon keresztül is érezheti az anyaország segítségét. Ezek mind azt jelzik a számunkra, hogy nagyon erősek azok a kötelékek, amelyek a vajdasági magyarságot az anyaországhoz kapcsolják, az anyaországhoz ölelik, és azt hiszem, hogy ezt nem csak a vajdasági magyarok mondhatják el, hanem mindabban a 7 országban, ami Magyarországon kívülre szorul. Június 4-e a gyászról, az emlékezésről, de az ünnepről is szól, nyilatkozta Pásztor Bálint, a VMS köztársasági parlamenti képviselője. Úgy gondolom, hogy ezen a napon is, hangsúlyosan, de minden nap a magyarságnak az erejét, szívosságát, kitartását kell ünnepelni, hiszen az, hogy 99 év után is még őrizzük az identitásunkat, erős nemzetrészként meg tudtunk maradni, és az utóbbi években már a gazdasági megerősödésen is tudunk gondolkodni. Az eseményen többek között jelen voltak a helyi önkormányzati és tartományi képviselők, a Szabadkai Magyar Főkonzulátus tagjai, továbbá a VMS és az MNT képviselői. 99 évvel Trianon után mi magyarok bátran kihúzhatjuk magunkat, mert megmaradtunk, jelentette ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök Sátoraljaújhelyen a Nemzeti Összetartozás napján rendezett ünnepségen. Itt vagyunk Európa közepén a szétszakítottság, a háborúk és a diktatúrák ellenére is, mondta a kormányfő. Orbán Viktor hangsúlyozta, a magyarok nem csak túlélték ezt az időszakot, hanem a Kárpát-medence legnépesebb nemzetét alkotják. Összekapcsol, hogy közös örökösei vagyunk a magyarok világra szóló teljesítményének. Mindannak,
amit őseink itt a Kárpát-medencében építettek, s világszerte a kultúra, a tudomány, a gazdaság és a sport területén letettek az asztalra. És ez az örökség mindannyiunké, minden magyaré bárhol is éljen a világon. Legyetek büszkék rá, őrizzétek meg, tegyétek hozzá a magatok részét, és adjátok tovább majd a gyermekeiteknek is. Megmaradásunk nagy kérdése, hogy gyermekeinknek is magyar jövőt tervezünk-e, jelentette ki Potápi Árpád János Budapesten a Kossuth téren a Nemzeti Összetartozás napján tartott ünnepségen. A magyar nemzetpolitikai államtitkár kiemelte, a nemzet jövője ma sem nagyhatalmak, tőlünk független erők, hanem a magyar édesanyák és édesapák kezében van. Valójában nekik mondhatunk köszönetet, azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, akik minden körülmény ellenére úgy döntöttek, hogy gyermeküket, unokájukat magyarként nevelik fel, hangsúlyozta. Potápi Árpád János ünnepi köszöntője után több ezer a Kárpát-medencéből érkezett gyermek énekelt el közösen a Készfogás című dalt, majd a himnuszt. Trianonnak azért nem volt hatalma rajtunk, mert nemzedékek nőttek fel azóta határon innen is túl magyarként, és tanították magyar szóra ők is a gyerekeiket. Megmaradásunk nagy kérdése nem az, hogy milyen határköveket kördítenek elénk, hanem hogy gyermekeinknek is magyar jövőt tervezünk-e. Vajdaságban is elénekelték ma a Szarka Tamás Készfogás című dalát. A Magyar Összetartozás himnuszát az Emtai Gimnázium kórusának tagjai adták elő az Emtai Liceói Kis Szent Terész templomban. Az Emtai Gimnázium kórusának 11 diákja is pontosan délelőtt 11 órakor énekelte el Szarka Tamás Készfogás című dalát. A tanulók szerint a rövid felkészülési idő ellenére a produkció jól sikerült. Kóruson kívül is járok zeneiskolába, most fejezem majdnem sokára az énekszakot, és így felkészülés terén tényleg nagyon kevés időnk volt, és ehhez képest szerintem nagyon ügyesen összeraktuk, és büszke vagyok így a kórustagokra. A kórus énekét Fábrik Rudics Regina, az Entai Liziói Kis Szent Terész templom kántornője kísérte orgonán. Személy szerint a rövid felkészülési időből kifolyólag azt hiszem, hogy nagyon jól összeraktuk ezt a dalt. A gyerekek a külön felkészülés, az egy közös próba. Az égiek segítettek bennünket. Perpower Attila, az Entai Községi Tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja szerint a kórus által előadott dal híven tükrözi a nemzeti összetartozásunkat. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek az ötlete volt az, és az önkormányzat ezt természetesen felvállalta. Nagyon fontos számunkra ez a június 4-e, hiszen ez a megmaradásunk, a nemzeti összetartozásunk, és ez a dal is híven tükrözi az elképzeléseinket. Szarka Tamás Készfogás című dalát Kárpát-medence szerte több ezer diák énekelte egyszerre. Kezdenek visszahúzódni a megáradt patakok és folyók Szerbiában. 12 község és város területén kritikus az állapot, és csak nem 300 személyt evakuáltak. Mára már mérséklődött a helyzet, de még mindig vannak települések, ahol ma reggel hirdettek rendkívüli helyzetet. Hatalmas pusztítást hagytak maguk után a Szerbia középső részén megáradt folyók. Többen is arra kényszerültek, hogy elhagyják otthonaikat. Nije mogo da se prođe, voda je bila mnogo jaka. Decu i ja, svi smo bili na tavanu i čekali smo neku pomoć. Kedden már valamivel jobb a helyzet, nyilatkozta a szerbiai RTV-nek Boban Stevanović, a rendkívüli helyzetekkel megbízott részleg vezetőhelyettese. Tokom jučerašnjeg dana, ukupno prema podacima sa kojima raspolaže sektor za vanredne situacije, evakuisano je 297 osoba koje gde je izvršena takozvana preventivna evakuacija, ne evakuacija po naredbi štaba, uglavnom sa ovih poplavama pogođenih teritorija. Már minden út járható Szerbiában, mondta Stevanović, majd hozzátette. Még mindig szükség van a készültségre, hiszen például a Száván, a Nyugat-Moraván, az Ibaron és más folyókon is még emelkedhet, vagy magasan maradhat a vízszintje.
A helyzet stabilizálódik, húzta alá Branislav Nedimović. A szerb mezőgazdasági miniszter hozzátette. Folyamatosan várják a helyi önkormányzatok kárfelméréseit, hangsúlyozta. Csütörtökön összeül a szerb kormány, és döntést hoznak a segítségnyújtásról. Nemojte zaboraviti, mi imamo 40 dana kiše. Nije ova kiša bila samo sad 3 dana. Ja mislim tamo od kraja aprila sve vrijeme pada kiša. Na prostoru Vojvodine mislim da je 45 dana bilo padavina i to se radi. Pšenica, evo jučer su mi poslali slike iz Banatskog Novog Sela. Pšenica izgleda izvanredno. A köztársasági hidrometeorológiai intézet figyelmeztetése szerint jelentős csapadék lehet még a Morava völgyében, Raszina, Toplica, Jablanica és Nis térségében. Az előrejelzés szerint szerdán és csütörtökön változó lesz az időjárás, helyenként záporok is előfordulhatnak, jellemzően felhős lesz az ég, de a nap is kisüthet többször. Péntektől többnyire napos idő várható, ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a legtöbb folyó vízszintje június 6-áig folyamatosan emelkedhet. Szerbia segít az árvízkárosultaknak, jelentette ki Zorana Mihajlović építésügyi, közlekedési és infrastruktúrafejlesztési miniszter is. Azt mondta, a kormány a következő ülésén tárgyalja meg, hol, mire lenne a leginkább szükség, és dönti el, hogyan segít a bajban jutott embereken. Az érintett önkormányzatokat nem hagyja magára a szerb kormány, és amint visszahúzódik a víz, mindent megtesz azért, hogy stabilizálja a helyzetet, ígérte Mihajlović. Jelenleg nincsenek kritikus pontok Vajdaságban, mondta Božidar Belos a Közügyek című műsorunknak. Vajdaságban csak 164 kilométernyi szakaszon van rendes árvízvédelmi készültség. A Duna egy részén, ami Bezdánt, Apatint és Újvidéket érinti, valamint a Tisza és a Béga csatorna egy részén. A Vajdaság vizei közvállalat vízvédelmi osztályának vezetője szerint ellentétben a Szerbia lenti déli részein tapasztalható helyzettel a vajdasági vizek szintje magasabb az átlagosnál, de nincs veszély. U sadašnjim uslovima, počev od kažem ovih nivoa, trebalo bi da se ovako vreme sa pojačanim padavinama nastavi i to u jednom možda dužem periodu. Pošto smo snegove na svu sreću prošli, odnosno otapanje snegova na Karpatima, što ima uticaja na Tisu i Alpa, što ima uticaja na Dunav i Savu, vrlo malo snega je ostalo samo na Alpima i taj period je prošao. Sad bi trebalo sigurno još jedno mesec dana da budemo pod ovakvim vlažnim uslovima i kažem povećanim padavinama da se dostignu ti nivoi vanrednih kota za proglašavanje vanrednih odbrana koje bi sigurno uslovile potrebe za značajnim aktivnostima, nadamo se ne sa katastrofalnim posljedicama. Újabb autópályadíj emelés várható Szerbiában, írja Dnevnik. Az Újvidéki Napilap úgy tudja, a szerb kormány javaslatot tett, hogy az útdíjat 12%-kal növeljék. A drágítás legutóbbi ülésén fogadta el a kabinet, de ezt a köztársasági parlamentnek még el kell fogadnia. A javaslat indoklása szerint az autópályadíj jelenlegi mértéke alacsonyabb annál, mint amennyi reális lenne. És azt is tartalmazza, hogy utoljára 2017. januárjában volt 10%. A Dnevnik úgy tudja, hogy az Újvidék és Belgrád közötti autópálya szakaszon a mostani 210 helyett 235 dinárt kell majd fizetni. A Szabadka és Belgrád közötti szakasz pedig 560 helyett 627 dinárba fog kerülni. Európáról beszélünk, hidakat építünk. Ez a mottója annak a négy napos konferenciának, amelynek ünnepélyes megnyitója hétfő este volt a tartományi parlamentben. A konferencia keretében szerbiai és európai politikai vezetők és az akadémia kiemelkedő tudósai vitatják meg Európa és Szerbia viszonyát. Szerbia továbbra is Európába vágyik, továbbra is Európa része szeretne lenni még akkor is, ha Európa néha, mintha nem látna bennünket és félne tőlünk, mondta szerb államfő a Konrad Adenauer alapítvány által szervezett többnapos konferencia megnyitóján. Što se tiče ekonomije, mi svoj put smo dobro utabanali, napravili ga poželjnim i Srbija će svake godine brže od ostalih evropskih zemalja da napreduje. Prošle godine smo bili u prvih
4 ili 5 zemalja, očekujem da konačna procena bude 4,5% rasta, po stopi rasta na nivou cele Evrope, sve Mađarske i uz neke manje evropske zemlje od Malte, Irske, Islanda, koji ne moraju da pripadaju Evropskoj uniji, nije bilo onih sa većom stopom rasta. Uspeli smo da smanjimo javni dug sa 79% bruto domaćeg proizvoda na 50%, da dramatično spustimo nezaposlenost. Pásztor István, a tartományi parlament elnöke, a konferencia házigazdája beszédében Vajdaság sokszínűségére hívta fel a figyelmet, amelyel egyúttal Európa nemzeti és egyéb sokszínűségére is utalt. Obično se kaže da je Vojvodina Evropa u malom. I sigurno tu ima i istine. Vojvodina kao deo Srbije je domovina više od 23 naroda. Vojvodina je mesto gde 17 nacionalnih saveta imaju svoje sedište. Vojvodina je više nacionalna, višebojna, mnogobojna zajednica u kojoj tu različitost doživljavamo kao vrednost. Norbert Lammert, a Konrad Adenauer alapítvány elnöke, Miloš Vučević újvidék polgármestere és Tomás Schieb, Németország belgrádi nagykövete szintén köszöntötte az egybegyűlteket. A konferencia csütörtökön zárul. Nincs alternatívája Belgrád és Pristina közötti párbeszédnek, mondta Miroslav Lajcsák, Szlovákia külügyminisztere. Szerbia és a régió stabilitása, valamint fejlődése szorosan összefügg a Pristinával való kompromisszumos megoldás megtalálásával, hangsúlyozta a tárcavezetőm a Belgrádban, az Ana Brnabicjal való találkozója során. A szerb miniszterelnök arról beszélt, hogy Pristina az egyoldalú lépéseivel károkat okoz, nem csak a Koszovón élőknek, hanem az egész régió lakosainak. Emellett veszélyezteti a stabilitást. Brnabic kiemelte, hogy Szerbia nagyon elégedett az EBSZ missziójával való együttműködéssel, és főleg azzal a figyelemmel, amelyet a szlovák EBSZ elnökség fordít a Nyugat-Balkánra. Elítélte az ENSZ munkatársai elleni támadást Zahir Tanin, az ENSZ ideiglenes koszovói adminisztrációs missziójának vezetője. Tanin Alekszandar Vučić szerb államfővel találkozott, akinek arról beszélt, hogy a koszovói rendkívüli alakulat akciója során az ENSZ egyik munkatársa meg is sérült, ami azt jelzi, hogy egyesek megpróbálták megzavarni az ENSZ munkáját Koszovóban. A tárgyalófelek leszögezték, hogy a nemzetközi szervezetek jelenléte több mint szükséges Koszovóban. Különös tekintettel arra, hogy a helyzet továbbra is instabil és gyakoriak az incidensek. Vučić és Tanin az ENSZ soron következő üléséről is beszéltek, amelyen megvitatják az ENSZ főtitkárának jelentését az UNMIK munkájáról is. A magyar kormány a családok támogatásának költségvetését nyújtotta be az országgyűlésnek, mondta ma Varga Mihály, miután átadta a jövő évi magyar költségvetés tervezetét. A jövő évben közel 2228 milliárd forint áll majd rendelkezésre a magyar családok támogatására, mondta a magyar pénzügyminiszter. Ez közel 224 milliárd forinttal magasabb az idei összegnél, tette hozzá és megjegyezte, hogy 2020-tól elérhető lesz a családvédelmi akcióterv összes intézkedése. A gazdaságvédelmi akcióterv mintegy 500 milliárd forintos segítséget jelent a gazdaság szereplőinek, miközben tovább csökkennek az adók és tovább nőnek a biztonsági kiadások, közölte a tárcavezető. A 2019-eshez képest egyebek mellett az oktatásra, az egészségügyre, a nyugdíjakra, az otthonteremtésre is lényegesen nagyobb összeg jut. A 2020-as büdzsét Kövér László, a magyar országgyűlés elnöke vett át a magyar pénzügyminisztertől, aki elmondta, a magyar országgyűlés július 12-én tartja a 2020-as költségvetés zárószavazását, ami egyben a tavaszi ülésszak utolsó napja lesz. Nagy-Britannia szabadkereskedelmi megállapodást szeretne kötni az Egyesült Államokkal, mondta Theresa May brit kormányfő, a Londonban tartózkodó Donald Trump amerikai elnök és számos globális óriás vállalat vezetőinek részvételével tartott üzleti fórumon. Trump tegnap érkezett háromnapos állami látogatásra, vagyis hivatalosan II. Erzsébet királynő vendégeként Londonba, de ma fogadta őt Theresa May is.
Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia egymás gazdaságainak a legnagyobb egyedi befektetője. A kölcsönös befektetési állomány értéke eléri az 1000 milliárd dollárt, hangzott el az eseményen. Trump kijelentette, hogy lehetőséget lát egy nagyon-nagyon jelentős kereskedelmi megállapodásra a brit EU tagság megszűnése után. Nézzük, mivel foglalkozunk a híradó folytatásában. A Panna reggeli legjobb pillanatait mostantól bármikor visszahallgathatják a rajongók. Hosszú idő után ismét lesz szerb labdarúgója a Real Madrid csapatának. Ötféle pályázatra jelentkezhetnek az önkormányzatnál a Magyar Kanizsa községbeli mezőgazdasági termelők, valamint a helyi Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ. Az önkormányzat idén összesen 7 millió dinár támogatást ad a községbeli gazdáknak a mezőgazdasági és vidékfejlesztési költségvetési pénzalap által. Kamattámogatása minőségi tenyészállatok beszerzésére, öntöző berendezésekre, biotermesztés támogatására és az elhullott jószágok elszállításának költségének finanszírozására egyaránt pályázhatnak a termelők. A pályázati felhívás és a kitöltendő dokumentumok megtalálhatóak Magyar Kanizsa község hivatalos honlapján. Mint az előző években bármikor, most is csak Magyar Kanizsa községbeli mezőgazdasági termelők pályázhatnak, és pedig olyanok, akik rendelkeznek aktív státuszú bejegyzett mezőgazdasági gazdasággal. Ez mellett még egy kitétel az, hogy nem lehet adótartozásuk vagyonadó címén Magyar Kanizsa község irányában. Maga a pályázati lehetőség nagyon kedvező, hiszen a dokumentáció, amit át kell adni, az le van egyszerűsítve. Tehát könnyen tudnak a gazdák pályázni. Összesen 393 ösztöndíj szerződést osztott ki Madositej Szerbiai Fiatal Tehetségek Alapítványa az Újvidéki Egyetem legeredményesebb hallgatói között. Az alap integrált és mesterszakos diákoknak szánt ösztöndíj értéke mintegy 118 millió dinár. A tartományi kormánya továbbiakban is teljes mértékben támogatja az újvidéki egyetemek és annak hallgatóit, emelte ki Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke. Az Ifjúsági és Sportminisztérium minden évben igyekszik növelni az ösztöndíjak számát, és ez azt is mutatja, hogy az állam igyekszik a fiatalokba fektetni, mondta Vanya Udovics, így illetékes miniszter, a Fiatal Tehetségek Alapítványának elnöke az eseményen. Közös ballagással búcsúztak iskolájuktól Óbecsén a közgazdasági kereskedelmi középiskola és a műszaki iskola magyar végzősei. Idén csak nem 80 diák végzett magyar nyelven ebben a két iskolában. Családtagok, rokonok, ismerősök kísérték a ballagó magyar diákokat tegnap este Óbecse főterén. A közgazdasági kereskedelmi középiskola és a műszaki iskola magyar végzősei együtt búcsúztak el iskolájuktól. Kolompár Blanka számítógépek elektrotechnikusának tanult a műszaki iskolában. Az útravalót teljes mértékben megkaptam, mivel ez egy ilyen körű gondolkozást nyújtott nekem, és ez alapján szeretnék tovább menni Szabadkára, a Bötös iskolára, ami műszaki fősuli. A közgazdasági kereskedelmi középiskolában az idén 40 magyar diák érettségizik. Nagyon szerettem ebbe az iskolába járni, az osztályom is nagyon jó volt, nagyon sok szép emlékem van velük, jól éreztük magunkat, főleg az utolsó évre, és itthon szeretnék dolgozni. Nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ezt elérték a céljaikat, és hogy nagyon sok sikert kívánok nekik az elkövetkező érettségire, és remélem, hogy az életben sikeresek lesznek. A két szakiskola 76 magyar diákja mellett az Óbecsei gimnáziumban is érettségizett 21 magyar diák. Ők a múlt héten tartották a ballagásukat. Interaktív tábla és órarend, kommunikációs fejlesztő eszköz, beszélő csíptetők. Ezek azok az oktatási kellékek, amelyeket a Szabadkai Dosszitej Obradovics iskola központ abból a pénzből vásárolt meg, amit a Save the Kids téli jótékonysági bulián gyűlt össze. Az intézmény enyhe és közepes fogyatékkal élő gyermekekkel foglalkozik 3 éves kortól egészen a középiskola befejezéséig.
Fergeteges hangulat jellemezte még januárban a Save the Kids nevű jótékonysági rendezvényt Szabadkán. 83 ezer dinárt gyűlt össze. A belépőből befolyt összeget adományoztuk a Doszita Jobradovics iskola központnak. Minden évben egy intézményt választunk, és abból a célból, mert intézményekben több éven keresztül több gyermek tudja használni ezeket a segítő technológiai eszközöket, és ezáltal minél több gyermeken tudunk segíteni. Az iskola központ a befolyt pénzből a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére szolgáló eszközöket vásárolt. Az iskola vásárolt ebből a pénzből három interaktív falat, egy kommunikációfejlesztő eszközt, egy interaktív órarendet és egy beszélő csíptető csomagot. Ezeket a beszédfejlődési rendellenességgel küzdő és autizmussal élő gyermekeknek a fejlesztésére tudjuk használni. Az interaktív táblát és órarendet, valamint a beszélő csíptetőket csoportos foglalkozásokon, még a kommunikációs fejlesztő táblát egyéni fejlesztő órán tudják a gyerekek használni. A Panna reggeli legjobb pillanatait mostantól bármikor visszahallgathatják a rajongók. Az FM 91,5 Panna Rádió reggeli műsora a Podbean nevű online podcast felületen keresztül elérhető hagyományos internetes böngésző vagy okostelefon segítségével. Így a világ másik oldalán is bárhol, bármikor visszahallgathatjuk vajdaság egyik leghallgatottabb magyar nyelvű napindító műsorának a legjobb poénjait. Kivágja. Szépen megpróbáltuk meg is osztani. Igen, mostantól nem kell búsuljunk, ha lemaradunk a Panna reggeli élőadásáról. Ezentúl ugyanis nem csak hétköznap reggelenként, hanem a nap bármely időszakában meghallgathatják a Panna Rádió reggeli műsorának legjobb momentumait. De az, ami biztos, hogy állandóan próbáljuk a lépést tartani a technológiával, és ez egy teljesen normális lépés volt, hogy mivel a podcast most már egyre divatosabb, ezért nekünk is kötelességünk ezen megjelenni, hiszen a podcastban az elénk, hogy nem csak online, hanem letöltve offline is lehet hallgatni. Brasnyó Zoltán, a Panna reggeli műsorvezetője szerint ezzel a felülettel elsősorban a fiatalok felé szeretnének nyitni, hiszen a hagyományos rádiós, lineáris média szolgáltatás az ifjabb korosztályt kevésbé vonzza. Én ezt mondom, mert ezek a tapasztalataink, tehát online és az internet segítségével rengeteg tartalomhoz férnek hozzá a fiatalok. Ebben szeretnénk mi segítséget nyújtani azzal, hogy azokon a podcast platformokon is ott van, és képviselteti magát a Panna reggeli, amelyeket egyébként rendszeresen hallgatnak, és azok is hallgatnak, akik például a világ másik végén, ahogy Zeci is mondta, rákeresnek a Panna reggelire. A Panna reggeli legjobb pillanatait a pannareggeli.podbean.com oldalon hallgathatják vissza az érdeklődők. Elérhető iOS és Android rendszerű okostelefonokon is egyaránt. Hosszú idő után ismét lesz szerb labdarúgója a Real Madrid csapatának. A spanyol gigász ugyanis leszerződtette Luka Jovicot, amit a klub hivatalos oldalán is bejelentett. A mindössze 21 éves szerb tehetség vételárát ugyan nem hozták nyilvánosságra, de sajtóértesülések szerint a Real Madrid 60 millió eurót fizetett az Eintracht Frankfurt együttesének. Luka Jovic remek idényt futott a németeknél, 48 tétmérkőzésen 27 gólt és 7 gólt paszt jegyzett az Eintracht színeiben. Ősszel a Fortuna Düsseldorf ellen mesterötöst jegyzett, amellyel több európai élcsapat figyelmét is felkeltette. Nebojša Vučković az új vezetőedzője a szabadkai Spartacus labdarúgó klub utánpótlásának, jelentette be ma a Városi Stadionban Nikola Simović. A klub elnöke hangsúlyozta, a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a felnövekvő generáció képzésére. Simović azt is aláhúzta, Nebojša Vučković egy nagy tudású tapasztalt edző, aki hozzájárul majd a klub jövőbeli sikereihez. A Spartacus labdarúgó klub továbbá egy megállapodást is aláírt ma a szabadkai egészségügyi szakközépiskolával. A jövőben a fizioterápiát tanuló diákok szakmai gyakorlaton vehetnek részt a Spartacus labdarúgó klubban. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek, még egyszer röviden. 99 éve a mai napon írták alá a trianoni békediktátumot. 2010 óta a mai a Nemzeti Összetartozás napja. Kezdenek visszahúzódni a megáradt patakok és folyók Szerbiában. 12 község és város területén még kritikus a helyzet. Mintegy 300 személyt evakuáltak.
többnapos konferenciát tartanak Újvidéken. Ötféle mezőgazdasági támogatásra pályázhatnak a magyar kanizsa községbeli mezőgazdasági termelők. Köszönjük figyelmüket, még több friss hírért és információért kattintsanak a pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon reggeliben egyebek mellett szó lesz arról a vállalatról, amely bevezette a 4 napos munkahetet. Albert Teréz sokoldalú tehetség, hiszen vlogger, természetfotós és sminkeléssel is foglalkozik. Többek között vele beszélgetnek a Pannon Presszóban. A Szabadkai Magyar Rádió napindítójában szó lesz arról is, hogy ősztől 2 újabb szakon vezetik be magyar nyelven a duális képzést a Szabadkai Politechnikai Iskolában. A Pannon Televízióban most következik a Forog a kamera, benne pedig a Juliska című dokumentum riportfilm a hajdújárási és környékbeli gazdákról, valamint az összefogásukról. Ha tehetik, tartsanak velünk. Szép estét, a viszontlátásra!